Házi lekvárok, szörpök és aszalványok várták a pécsváradi lakásotthonban élő 10 állami gondozott gyermeket. A finomságokat befőző automaták segítségével készítették el a Pécsi Mami Egyesület tagjai. Hagyományteremtő szándékkal szervezik meg a programot, melyhez szívesen csatlakozott a pécsváradi intézmény. Én szeretem, hogyha a régit lehet ötvözni az újjal, így most egy teljesen új technológiát tudunk megmutatni, hogy hogyan lehet tulajdonképpen tartósítószermentesen és nagyon finom dolgokat létrehozni, így a régi és az új tud egymással találkozni, és bízom benne, hogy azért ebből majd valamit magukkal fognak tudni vinni, amikor már nem a mi gyermekeink lesznek. A termékek egyébként vegyszermentesen termett gyümölcsökből készültek helyi alapanyagok felhasználásával. Emellett a program során kiemelt szerephez jut a fenntarthatóság és a tudatos mindennapok is. Amikor azt mondom, hogy szörp vagy lekvár, amit nem a boltok polcáról veszünk le, akkor azt gondolom, hogy mindenki az otthon melegére gondol, és így jutottunk arra, hogy szeretnénk olyan gyermekekhez elhozni az otthon ízeik, akik egyébként állami gondoskodásban élnek. És így jutottunk el a mai helyszínünkre. A gyerekek a befőző automatákkal is megismerkedhettek, melyek 3 évig állnak a Pécsi Mami csapatának rendelkezésére. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy 2 célt szolgált az az esemény, amikor az Egyesület megkapta ezeket a berendezéseket. A Pécsi Mami Egyesület önkéntesei, családanyák és ez az egyre bővülő családi kör, amely a Pécsi Mami közösségéhez tartozik, az tudja ezeket használni, és amikor előkerülnek a régi receptek a nagymamák fiókjaiból, akkor a fiatal szülők, amikor összejönnek, akkor ezeket meg tudják egy kicsit a modern ízekkel vegyítve valósítani. A másik cél pedig az volt, hogy a termékeket jótékonysági célra ajánlják fel. Ezeket a finomságokat pedig most a pécsváradi állami gondozásban élő gyermekek kapták meg, akik számára egész délután játékokkal is készültek a szervezők.